Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Május 22-én újra kinyílik egy égi kapu. Ez jelent egy finom energiamezőt, és ennek az energiai mezőnek nem csak spirituális hatása van, hanem gyógyító ereje is. Mint mindig, ezeken a napokon most is tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. Természetesen részt vehetsz ebben, jelentkezhetsz e-mailen keresztül. Az energiai egyensúly 4000 forint. Mint mindig, most is van egy szimbólum, ezúttal kán. Kán lefordítva magvakat jelent, vagy egy hálózatot, egy hálót. Ami a magvakat illeti, akkor az azt jelenti, hogyha mi ezt most szimbolikusan elültetjük, akkor kell egy kis idő, tehát türelem, amíg itt valami növekedni fog. De ez a nap és ez a szertartás segít ebben, hogy legyen egy jó kezdet. Ez lehet egy munkahelyi változás, vagy egy költözködés, vagy egy új irány a párkapcsolatot illetően. Elültetünk valamit, és utána várakozunk, de bízunk abban, hogy itt kivirágzik, kiépül valami. És ebben segít ez a szertartás. Ami a hálót illeti, vagy a hálózatot, az természetesen lehet internet kontaktus is, hiszen benne vagyunk ebben a hálózatban, tehát segít abban bizonyos kapcsolatokat kiépíteni. Hát én örülnék annak, ha lenne érdeklődés, és segítek abban, hogy legyen itt egy jó kezdet, ami sikerekhez vezet. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!